18. fejezet, fegyverkezések. Ezzel fölkelt, az ablakmélyedésbe vonta fáit, egy darabig halkan tanácskoztak együtt. Aztán közölte a prókátorral, hogy őt bízzák meg a pör kivitelével, mégpedig úgy, hogy ha egy év alatt elvégzi, kap 5000 körmöci arany honoráriumot, amennyivel azonban hamarabb végezné egy évnél, minden hónapért kap 1000-1000 aranyat, ha pedig később végzel egy évnél, minden hónapért levonódik 200 arany. Vállalja, vagy nem vállalja? Terevicki vállalta. Élelmes, ügyes ember volt, akinek egész felső Magyarországon nem akadt párja. Szemtelen, cinikus, vakmerő a rettenthetetlenségig, és azon felül furfangos és nagy pszichológ. Egész legendák keringtek Pesten informálási praktikáiról, mikor egy-egy pörben bejárta a szeptemvéreket. Mindnyájukat lefőzte igen egyszerű eszközökkel. Amelyiknek szép fiatal leánya volt, annak ritka virágmagokat gyűjtött, s vitt föl egy skatujában. Ahol sok apró porony volt, oda egy csomó gyermekjátékkal állítgatott be. Az apróságok ösmerték, bár nagy örömmel, nagy hancúrával rohantak elébe. Itt van a Perevicki bácsi! Fölmástak a térdére, hátára, a vállaira, és mikor a méltóságos papa kijött a nagy lármára az előszobába, úgy kellett neki őket leszedegetni a prókátorról, mint a hernyókat a fáról. Amelyik szeptemvír családjára tartott sokat, annak régi penész és előbukkant okmányokat hozott az új helyi fiskális, melyek Csák Mátéval, Garával vagy Omodéval való rokonságát dokumentálták. Egy öreg adjunktusa gyártotta a becses okmányokat. Ha pedig nagy kujon volt a szeptemvír, arra is tartott Perevicki arkánumot. Három csinos távoli nőrokont hajkurászott föl Túrócból, ahol nagy terjedelmű atyafiság rágicsálta a Repkát, egy elvált asszonyt, valami remek volt annak a termete. Két özvegyet, gyönyörű lenhajú mind a kettő, vett a házához ezekből, és egy mindig vele ment Pestre. Persze, hogy az illető szeptember is elvitte, mert bélyegeket akkor még nem kellett ragasztani az okmányokra, de egy takaros asszony személy az akták mellett sohasem ártott a pörnek. Mentegetőzött, hogy bátor volt a hugát idehozni a méltóságos úrhoz, de nem tudja ebben az idegen városban hol hagyni. Denikve így informált, és míg ő elmondta argumentumait, a menyecske az alatt a szemjátékával segítette a szeptemvért azoknak a megértésében, amint hogy az aztán rendesen eltalálta ebből, hogy milyennek kell lenni az ítéletnek. Na, de ezeket csak úgy pletykázták. Hát ki tudná, rossz nyelvek mindig voltak. Igaz, hogy rossz asszonyok is mindig voltak. Erényhős prókátorok ellenben sohasem voltak, különben nem is ide tartozik ennek a firtatása. Van most nekünk elég saját bajunk ezzel a kötelék feloldási pörrel. Bizonyos csak annyi, hogy az iroda pompásan ment, és hogy Perevickit úgy tisztelték új helyen, mint aki szegény rokonainak gyámolítója, sőt valóságos kényeztetője, mert Pestre is elcipeli őket. De hogy azt mondja, maguk a menyecskék is szeretnek ám Pestre járni. Szóval jó kézbe tették le a butler sorsát. Ezt a végén még Kövi Sándor uram is elösmerte, kinek nagyon tetszett a horvát siettetési skálája, úgyhogy a vacsorához már teljes egyetértésben telepedhettek le. De ezúttal a holt malac és kappan se bírt életet lehelni a társaságba, még kevésbé bírta a témát elcseréltetni, az asztalnál is egyre a pörről tanácskoztak, és a röszkei eseményeken rágódtak. Tudom, Csuklik, most eleget báró Dőri István uram odahaza. Csak a bornak volt az a fönséges ereje, hogy legalább bizonyossá tette a szerencsés kimenetelt. Ej, noha vége jó, minden jó, érdemes rá kocintani. Meghányták, vetették az eszközöket, kiosztván a szerepeket egymás közt. Perevicki hazamegy, és mindjárt hozzálát a pör instruálásához. A pénzmagot egy csöppet se kíméje, spektábilis. Fáj uram még e hét folytán Egerbe utazik méltóságos nagyszalatnyai báró Fischer István érsek uramhoz, hogy őt informálja. Horváth Miklós a nádori udvarhoz megyen Budára, hol számos összeköttetései vannak, melyek útján a fenséges palatinuszt lehetne megnyerni, akihez pedig most nehéz hozzáférni, mert ilyenkor pepecsélni szokott a kelenföldi kertjébe.
Maga kövi uram pedig önként arra vállalkozott, hogy még ma éjjel egy szép episztólát firkant az excellenciás gróf Széchenyi Ferenc aranygyapjashoz, ki is jelenleg Bécsben lakik, és benyalatos a császárnál. Kövinek nagy tisztelője az öreg gróf, hát az majd csak beadogatja ezt az eseményt szépen kávéskanállal a Franciszkusnak. Jaj, csak az a jó lelkű Ludovika császárné is meghallaná, fohászkodék föl Fáiné. Végeztetett továbbá még ennél a vacsoránál, hogy ami Butlert illeti, ő holnaptól kezdve átveszi birtokait, sútba hagyítván a Corpus Juriszt, mert megélő annélkül is. A diák életnek vége, öcsém. Te reggel úgy ébredsz föl, mint Magyarország egyik leggazdagabb főura, tanítgatta Fáy István. Kinyújtod a derekadat, érted-e? Leveted azt a lányos szerénységedet, az valami aljegyzőnek áll csak jól. Aztán a nagy tiszteletű kövi professzor uram, akit úgy szeretsz, hozzád megy deputációba, hogy a kollégiumnak kérjen valamit, hát egy óráig várakoztatod az előcsarnokban, és orhangon felelsz neki. No, mit pirulsz el? Az útszokás, amice. Hiába haragszol. Ha én látogatlak meg, behúnyod az egyik szemedet, hogy a másikkal nagy nehezen rám ösmerhess. Már szinte hallom, hogy fogsz nyafogni. Na, vigét es, Alter. Mert hát, ki vagyom, mi vagyom, mágnás vagyom, tehát kevíj vagyom. Na, azért beszélek most hozzád így, mert most még tudsz magyarul. Megértesz, de egy idő múlva már elfelejtesz magyarul, és meg nem értesz. Ó, nini, hát te meg mit pityereksz itt, kis oldalborda? Fáj úr észrevette, hogy a nagyasszony a szemeit törülgeti a kötényével. Hogy mert a gyereket szidom? Hát persze. Azt gondolod, hogy mindig a kötényedben lesz fogózkodva? Én most szárnyra eresztem, és mint a közönséges tyúk, aki a kis vadludat fölnevelte, megmagyarázom neki, hogy nem a mi fajtánk, hogy ő magasabban röpülhet a vizek fölött, sőt, a mocsarakban is lakhatik, ha a többit akarja utánozni. Sok földed, rejtett malmod van, és tömérdek jobb ágyod, édes fiam. Ezeket mind ez a haza adta neked. Hát már most azon gondolkoz egész életedben, hogy te mit adtál ezért a hazának. Törlesz, fiam, örökké törlesz. Csinálj egy rovást a szívedbe, és ha egyszer oda jutnál, hogy te többet adsz neki vissza ezért, akkor az én porló csontjaim azt megálmodják. Butler maga is elpityeredett ezekre az ünnepélyes szavakra. Valamit akart mondani, de a hangja elfúlt a sírásban. A nagyasszony most is az ölébe vette a fejét, mint annyi százszor, és simogatta és korholta hol őt, hol az öreget. Na ne légy gyerek, hát ilyen nagy gyerek, hát szégyeld magad a leendő apósod előtt sírni, hát mit szól hozzá Horvát öcsém uram? Te meg mit prédikálsz itt, vén salabakter? Jobb bizony, ha a vendégeidnek töltenél, semmit se isznak. De az öreg fáj csak kiadta, ami benne volt. Hogy holnap reggelre ide van rendelve Bozósról inasa, komornyikja, huszárja és négyes fogata. De Bozoson csak annyi időt tölthet, amennyi éppen az ünnepélyes átvételre szükséges, azután rögtön indulnia kell Pozsonyba az országgyűlésre, és ott vagyonához méltó fényt kifejteni, mert akinek sokja van, attól sokat várnak. A diétán egybegyűlt rendek és karok közt sok atyafia van, kik közt nagy faktorokat nyerhetnek pöre számára, és esetleg az egész országgyűlés figyelmét fölébresztheti a röszkei injúria iránt. Reggelre csak ugyan ott állt a sallangos szép fogat a fáji ház előtt, és Butler nagy könyhullatások között vált meg gyámszüleitől. Fáj uram a következő szombaton, mert pénteken nem akart kálvinista létére se útra kelni, Egerbe utazott, úgy szintén híre jött, Bernátné nagyasszony írta meg sógornőjének Fájnélnak, hogy Horváth uram is megindult Budára, végrendeletet tévén az elutazás előtt, melyben a középső lányát kizárja, és a testamentum a végrehajtójául szegény jó lélek tette levele végére a nagyasszony, az én Jámbor uramat nevezte ki, mert te néhány nap alatt felette összebarátkozának. Minden mozogni kezdett, csak röszke volt mélységes csöndben.
pedig a kíváncsi közvélemény váltig leste a húzásokat az érdekfeszítő játszmánál. Hogy Butler megindítja a pört, az kiszivárgott, de hogy mit szándékoznak tenni, Dőriék. Aranyat adtak volna olyan embernek, aki az újasszonyt látta azóta, csak az ablakon keresztül is, hát olyanért, aki még beszélt volna is vele. Ingerlő fátyol takarta a röszkei kastély lakóinak életterveit, maguk viseletét. A kapu be volt zárva azóta, a redőnyök leeresztve az ablakokon, mintha lakatlan volna a nagy épület. Pedig a közvélemény olyan falánk volt, hogy a megyei nagydámák nehányának, a szép Sztárainé és a csengő nevetésű Kecer Pálnénak az az ötlete támadt, hogy röszkéről fogadnak szolgálókat, akik aztán mesélgetnek nekik egyetmást a grófnéről. A bokorugrós szoknyájú piros parasztleányok igen keveset tudtak, de az is nagy csemege volt, és az asszonyok éppen olyan hangon mondogatták, az én röszkei szolgálóm mondta ezt vagy azt, mint hogy a férjeik flancoltak, hogy az én csejágerem. A bohókás ötletből szenvedélyes divat lett, úgyhogy a vármegye minden finomasszonya jogot formált férjével szemben három dologra, egy florenci szalmakalapra, egy svéd kesztyűre és egy röszkei szolgálóra. Fizették is a röszkei leányokat kétszerte drágábban, mint a többit. Sőt, ez a nagy keletük meg nem csappant még 20-30 év múlva, semmikor már a Dőri család nem ott lakott, mikor már azt se tudták, hogy miért különb a röszkei lány, csak azt tudták, hogy igen előkelő dolog, ha szevréi fincsákat röszkei lány rakosgatja a lőcsei damasztabroszra. Természetesen folyik ebből, hogy a röszkei lányok keresett ciklévén, mint a dohánypalánták közt a gálócsi, a férhez menetelnél is előnyben voltak. Kántorok, módos mesteremberek, kurtanemesek az egész vármegyéből röszkére jártak háztűz nézni, s már 15-14 éves korában eljegyeztek egy-egy kis fruskát, valóságosan marakodván rajtuk. Amiből viszont az következik, hogy rögtön főkötő alá kerülvén a leánykák, szolgálót közülük csak nagy nehezen lehetett kapni, és csak a Sennyei, Andrássy és Majlát családok engedhették meg maguknak azt a luxust, hogy egyet-egyet ijesztő összegeken megkaparinthassanak a konyhájukba. Szerencse, hogy ez az őrült licitáció is véget ért, mint sok egyéb őrültség, mert azóta már csupa trónokon ülnének a ringós csípőjű szépen termett röszkei hajadonok. Amíg Dőriék hallgattak, Perevicki uram lázas tevékenységet fejtett ki. Elkészítvén és beadván a pöriratot a szent székhez, amelynek tagjai kanonokok voltak, Túrócba tett egy utat új nőrokonokat fölfedezni és hozni. Mert hát a kanonokik is emberek vérből és húsból valók, mégpedig meglehetősen sok húsból. Ők is jobban ellágyulnak, ha egy szép asszony informál, mint egy dohányfüstös fogú vénprókátor. Á, mindenre kiterjedt a Perevicki figyelme. Ágens tartott Bécsben, aki a nunciust informálta, hogy miképp írjon a dolgokról a Vatikánnak. Ugyancsak bizalmas emberét, az említett kifika adjunktusát, aki az okmányokat hamisította, küldé Bécsbe, hogy ott hangulatot csináljon a jezsuita papok közt, akik benyalatosak a földi hatalmasok palotáiban, különösen a főhercegnőknél. De a többiek se pihentek azokban, amelyeket fölvállaltak. Fáj sok szép ígéretekkel jött haza Egerből, Horváth Miklós nem különben bíztató híreket írt Budáról Fájhoz intézett leveleiben. Itt egy hatalmas pátrónusra akadtam, referálja többi közt bizonyos Lasszi grófban, nyugalmazott generálban, aki a palatinusné asszonnyal minden nap vistezni szokott, és aki nekem illó tempore konzolárison vala. Ő elmondával a palatinusnénak Dőri úr pogány gonoszságát, amelyen felette felháborodék a fenséges asszony személy, s urának megjelenté mondván, mit soda palatinusa volnál te ezen országnak, ha ezt szó nélkül hagyni engednéd? Lasszi igen jó emberem, és igen nevezetes, híres hadvezér vala. Bölcs magyar hazafiak azonban becsmérlik, hogy örök időkre megrontá a sászár armádiáját, mert hogy ő volt az első, ki a katonákat szépeknek, nem vitézeknek lenni kívánta.
Szállva vagyok Siebenkurfürsten vendégfogadóban, Pesten, stb. Stb. Csak Butlerról nem volt Fáinak semmi híre. Már hetek múltak el, és a delizsáncon nem jött se levél Pozsonyból, se üzenethozó. Nagyurak inkább üzentek, mint írtak. Alszik ez a gyerek, vagy mit csinál? De ügyet se vetne rá, ha véletlenül haza nem jönnek a megyei szedriákra az empléni követek, és beszélgetés közben ki nem hámlik a Fáji kérdezősködéseire, hogy Butler János nincs Pozsonyban, és nem is volt. Megdöbbent az öreg, s bár éppen Kazinczy Ferenc uram tette le a garast, és annak a beszéde alatt nem szokás evaporálni, befogatott nyomban, bozosig meg sem állva. Hol van a gróf? Jelentik a tisztek lakályok, hogy a méltóságos gróf itt volt ugyan 4 hét előtt, vagy 3 napig, de azután elutazott. Nem tudják, hová ment, de hogy tudták. A kocsis, aki vitte, elbeszélte, hogy Kaposig mentek, ott a piacon leszállt az ifjú gróf. Hát aztán, a rutén fickó, aki különben is orhangon beszél, és túlságos, nagy duzzat nyelve észrevetőleg nehezen forgott, nem felelt, csak a lefityegő alsó ajkát mozgatta, és vállat pont. Hát csak leszállt, egyebet nem tett, de csak mondott valamit. A rutén gondolkozott, vakarta a fejt. Nem, semmit. Hát akkor aztán mit tettél? Hazagyüttem. Miért jöttél haza? No, mert azt mondta, hogy menjek most haza. Látod, Szamár, hogy mégis mondott valamit? Fáj eltűnődött. Hát, ha kedve jött a Párdányi kastélyát megnézni, vagy a Rozmálit, vagy az Erdőtelekit. Az ilyen fiatalember abban falánk, amihez hozzáfér. Hát most a birtokai nézésében tobzódik. És ezzel annyi csatlóst ültetett lóra, ahány kastélya volt abban az országrészben Butlernak, hogy keressék meg az urokat, és itt legyen az egyik lábuk, mert türelmetlenül várja őket. Azon felül Bernátékhoz is küldött Mándokra lovasembert. Másnapra, harmadnapra visszaszállingóztak a lovasok, hogy a gróf az nincsen sehol. Mindebből a nagy sürgésből, forgásból, keresésből, ezen közben a közvélemény is felszippantotta, ami abban érdekfeszítő találtatik. Suttogni kezdték, hogy a fiatal gróf elveszett. És ha elveszett, akkor bizonyosan a báró Dőri révén veszett el. Elemésztették azt valahol, szegény-szegény fiatal Butler. De persze ők jól jártak, mert így már nem lehet semmi a vállópörből, és megmarad a Dőri kisasszony özvegy grófnénak.